Mint szinte minden iskolai tornatermekben készülő utánpótlás nevelő egyesületnél, az NKK-nál is azt tartották az elmúlt szezon legnagyobb eredményének, hogy az előző két évvel ellentétben folyamatosan tudtak edzeni. Bár Makrai László elnök szerint a tréningek száma elmaradt a kívánatostól, így is volt pozitívuma az előző idénynek. Ez a felemás év volt az az év, amikor hatalmas ugrott a versenyző létszámunk. Ez köszönhető annak, hogy 15 kosárpalánta csapatunk van. 15 kosárpalánta csapattal is indult az országos bajnokságon, és mind a három jamborin, mind a 15 csapat részt vett. Sőt, az egyik, a Betlenes, az bejutott az országos jamborira, és itt döntő nincs, helyezések nincsenek, de az országból legjobb négy kosárpalánta csapat közébe jutott a Betlenei KK a negyedik osztályos korosztályban, tehát az általános a negyedik osztályos korosztályban Tóth János tanuló vezetésével. Azt mondták, hogy ha lehetett volna érmet osztani, akkor érmet kaptak volna, de itt, ahogy mondtam, nincsenek érmek. Ez nagyon nagy szó, mert hat iskolában vagyunk most már jelen. Hat iskolában van jelen a Nyíregyházi Kosárlabda Klub a kosárpalánta programmal, és a legkisebbektől, tehát általános iskola első osztálytól, ahogy mondtam, 15 csapatban kb. 150 gyerekünk van a kosárpalánta programban. Ezen felül még van 5 úgymond versenyző korosztályunk. Az U11-ben két csapatunk indult országos bajnokságban, U12-ben, U14-ben és U16-ban. Az U14-esek azok a regionális bajnoki döntőig jutottak, a többiek a regionális bajnokságban vettek részt. Az U16-os kadett csapat és az U14-es serdülő együttes szakmai munkáját Ferenczi Tamás irányította az előző szezonban. Kadett csapattal szerettünk volna a régiós döntőbe jutni. Sajnos szoros mérkőzéseket veszítettünk. Többször volt olyan, hogy meghatározó játékosunk beteg volt. Volt, aki covidos volt, volt, aki éppen karanténban volt, és emiatt nem a legjobb összeállításban léptünk pályára. Serdülő csapatunkkal bejutottunk a keleti régiós döntőben. Serdülő csapatunk egyik meghatározó játékosa szeptemberben egy válsérülést szenvedett, egész szezonban nem is tudott játszani. Ennek ellenére a csapat kiharcolta ezt a lehetőséget és ezt a jogot, hogy négy csapatnak a keleti régiós döntőjében részt vegyen. Ekkora már Nándi is felépült, és két mérkőzés közül egyet megnyertünk, tehát a keleti régió második helyén végeztünk. Az NKK-nál 16 éves korukig kosaraznak a fiatalok. A klub célja az, hogy utána minél többen kerüljenek át a kékcápák utánpótlás csapataihoz. Nagyon nagy örömünk révén az NB1-es U20-as csapatban három játékosunk volt, játékosunk, és nem négy szerepet kapott, és az U18-as csapatban, a Sportcentrum U18-as csapatában pedig öt játékosunk. Ez nagyon nagy szó, és ez mutatja azt, hogy mi kinek nevelünk, és hogy mit csinálunk. Ez a legfontosabb, hogy olyan játékosok kerüljenek ki közülünk, vagy a csapataink közül, akik itt Nyíregyházán tudnak tovább lépni, és Nyíregyházán lehetnek majd valamikor NB1-es játékosok. Az NKK idén kerekesszékes kosárlabda csapatot is indított, amely az ötödik helyen végzett a bajnokságban. A fiatalok augusztus elején kezdik el a felkészülést, az U16-os együttes pedig augusztus végén lép majd pályára a saját rendezésű Sallai József emléktornán.